A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum 6-11. Osztályos turizmusképzésben tanuló diákja fejezte be nemrégiben az egy hónapos külföldi szakmai gyakorlatát Szicíliában. A fiataloknak az iskola sikeres Erasmus pályázatának köszönhetően volt lehetőségük Olaszországba utazni és bepillantani a szállodaiparba. A diákok február 7 és március 4 között Miladzo városának 3 szállodájában vettek részt a mindennapi teendőkbe. A kiutazók kiválasztására a nyertes pályázat kihirdetését követően került sor, a szerencsés diákoknak azonban több kritériumnak is meg kellett felelniük ahhoz, hogy részt vehessenek a külföldi gyakorlaton. A mi pályázati feltételeink azok voltak, hogy kellett írnunk egy motivációs levelet, amiben leírtuk, hogy miért mi lennénk a legalkalmasabbak arra, hogy kimenjünk oda Szicíliába. Ebbe beletartozott a tanulmányi átlagunk is, illetve a nyelvi tudásunk, és ez alapján csináltak egy rangsort. Ebben a rangsorban nézték a közösségi szolgálati munkáinkat is, és azt is, hogy mennyire vagyunk szociálisak, szóval, hogy el tudunk-e boldogulni külföldön. És hát ez alapján, a rangsor alapján kerültünk bele 6-an ebbe a csoportba, és ezzel a hat emberrel kezdtük el a felkészüléseket. Ezek általában úgy néztek ki, hogy voltak órák az iskolai programok, vagy az iskolai órákon kívül, amikor olaszul tanultunk, amikor megismerkedtünk magával, Szicíliával, egy kicsit a szicíliai emberekkel, illetve a történelmével. Voltak olyan óráink, amikor egy kicsit a szállodai életbe láttunk bele, és akkor ezek alapján, a felkészítők alapján mentünk ki végül Szicíliába. Én a Hotel San Michele nevű hotelben dolgoztam a munkatársammal, illetve az osztálytársammal, Virággal, és hát nekünk a feladatunk az volt, hogy ott a recepciós munkát végezzünk, illetve takarítottunk is, tehát housekeeping feladatokban is részt vettünk. Igazából ezek mellett volt reggeliztetés is, tehát az étteremben elég gyakran voltunk, segítettünk kávét főzni, illetve a munkatársainkkal közösen végeztük a hotel egyéb feladatait, például virágot locsoltunk és egyebek, tehát nagyon-nagyon sokrétű módon ismerkedtünk meg azzal, hogy milyen egy hotelnek az élete, és hogy van ez pontosan felépítve. Trenka tímának kapóra jött a külföldi szakmai gyakorlat lehetősége, hiszen annak idején is azért választotta a turizmus szakot, mert nagyon szereti a különböző kultúrákat, szeret nyelvet tanulni és utazni is. Diáktársával a Cassisi Hotelba töltötte az egy hónapos szakmai gyakorlatát. Igazából nagyon hasonló munkákat végeztünk mind a három hotelban. Mi is segítettünk a housekeepingbe, voltunk rengeteget a recepción, illetve az F&B részlegen, szóval mi is reggeliztettünk, segítettünk a bárban, koktélokat csináltunk, és hát nekem nagyon sokat segített ez a gyakorlat, mert nagyon sokat fejlődtem olaszból is, illetve angolból is, aminek külön örültem, mivel most májusban megyünk majd érettségizni Lacival angolból, és szerintem nagyon sokat segített ez a kommunikációnkban, illetve az, hogy megismerhettünk egy teljesen más országban, hogy hogyan működik a munka, illetve hogy ugye magában a turisztikai szakmába beleláttunk, hogy lehetünk a recepción, a szállodai szoftvert megismerhettük, csekkolhattunk be vendégeket, rögzíthettük a foglalásukat, illetve mindenki nagyon kedves volt, nagyon segítőkész a hotelban, és nagyon örülök, hogy ott lehettünk. A 4 hét azonban nem csak a munkáról szólt. Hétköznap dolgoztunk, ugye, és hétvégén mindig volt egy programunk. Volt, hogy más gyakorlaton lévőkkel mentünk kirándulni, voltak spanyolok, lengyelek, volt, hogy meglátogattuk az Etnát, Taorminát, mind a kettő gyönyörű hely volt. Ugye az Etna egy vulkán, Taormina pedig egy gyönyörű ókori város. Voltunk Cefaluba, Casabuonoba, mind a kettő tényleg nagyon szép volt, ugye ezek voltak elosztva külön hetekre, és hát azon kívül, ugye ez rendes leszervezett program volt, ezen kívül volt, hogy még a kísérő tanárunkkal lementünk a tengerpartra Barcelonába, volt, hogy együtt főztünk, volt, hogy elmentünk egyet kávézni, vagy szimplán egy tipikus olasz reggelire. Szóval nagyon sok fele voltunk, és mindegyik program nekem nagyon tetszett, nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Mind a 6-an 4 csillagos hotelokban dolgoztunk, viszont nagyon meglepő volt számomra, hogy mind a 3 hotelben olyan barátságot tudtunk kialakítani mind a főnökkel, mind az alkalmazottakkal, hogy amikor a busúszkodással került az idő, akkor mindannyian sírtunk, szóval mi Lacival kaptunk például süteményt, amit a főnök sütött, illetve mondták, hogy nagyon szívesen várnak vissza, akár dolgozni, akár csak látogatóba, és tervezünk is majd visszamenni nyáron, hogyha úgy alakul, akkor esetleg egy pár napra. A Tolna megyei szakképzési centrum tanulói rendszeresen vesznek részt hasonló külföldi gyakorlatokon. Szakmai és nyelvi tudásuk gyarapítása mellett az is jelentős hozadék, hogy megismerkedhetnek más nemzetekkel és kultúrájukkal is ezen időszak alatt.